שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את המאמר. תד מבעל הסולם, מי לשמור, אול ושונק. בעמוד 483. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לאחר. Az egy cikket, hogy a teremtmények szeretete és a teremtő szeretete letölthető a webről, ez kérdéseket föltenek a Kabbala TV-n keresztül, és a kiválasztott kérdések tehát ilyen módon dől ez el. Tehát mi a mások szeretetéről beszélünk, ugye ez egyetlen kölcsönös parancsolat, ez az egész valóságnak egyfajta korrekciója, ez az, amire figyelnünk kell, nekünk csak erre kell fókuszálnunk. Tehát mit jelent ez, hogy formaegyezést akarunk elérni, akkor el kell jutnunk a szeretethez és az összetapadáshoz. Mit ad ez nekünk, hogyan tudjuk ezt az átmenetet megtenni, hogy átlépünk a teremtmény szeretetétől a teremtő szeretetéhez. Itt még mindig megmarad a helye annak, hogy föltegyük a kérdést, hogy az egész emberiségnek el kell jutnia oda, hogy ennek az egyetlen hatalmas dolognak alávesse magát, hogy a teremtőhöz akarjunk kapcsolódni, és hogy meg kell teremteni magamban ehhez hogy felemeljük a teremtőt és a parancsolatokat a saját szintjére. Tehát nekünk a bölcsénk szavait be kell tartani, ami azt mondja, hogy ha valaki azt teszi meg, ami nem az övé, annak félnie kell attól, amikor megjelenik a tulajdonos. És ez azt is jelenti, hogy mindenki, aki mások munkáját teszi, annak éreznie kell a szégyent, annak saját formájában, ami az emberen belül megjelenik. És mivel az ő teljességében semmilyen hiány nincs a teremtő tekintetében, a mi munkánkat készítette elő, hogy készünk legyen, hogy a saját kezünkbe vessük ezt a munkát, és ezért ő ebben a formában megteremtette a teremtményt, és képes a Tórában és a parancsolatban dolgozni, mert felemeli őt a teremtés alapjairól, és ezen keresztül megadja a magasztosság lehetőségét nekünk. A magasztosság elérések lehetőséget önmagunk által. És akkor ugyan még nem érezzük az örömet, amely általános, nem azt érezzük, hogy az ajándékként kaptuk a fényt és az örömet, hanem mi magunk leszünk ennek az örömnek a megszerző birtokosai. Azonban meg kell értsünk a forrását, az alapját annak, amit érzünk, amikor ajándékot kapunk. A természettudósok azt mondják, hogy ez természetes, hogy minden egyes ágazatnak egyre közelebb kelljen húzódni a gyökérhez, és az ágazatoknak mindenféle módon éreznie kell a gyökereknek az irányítását, és ugyanez az elv által bármi, ami nincs benne a gyökérben, az attól távolodnia kell az ágazatnak is, mint amit nem tud elviselni, és ami kárt okozna neki. És mivel a gyökerünk az maga a teremtő, és ő nem megszerző, hanem adományozó, szomorúságot kell éreznünk, és visszautasítást minden egyes egymástól való megszerzés során. És akkor most már megérthetjük a célját annak, hogy hozzá akarjunk kapcsolódni, a magasztosságát ennek az összetapadásnak, amely kizárólag a formaegyezésben nyilvánul meg a gyökerek és a ágazatok között, és az alacsony rendűségnek a lényege az csak a gyökerektől való távolság mértékében nyilvánul meg. Más szóval minden egyes teremtménynek, akinek az útja korrigálódik az adakozás irányába, az mind magasztossá válik, és képessé, hogy a teremtőn csüngjön, összetapadjon vele. Azonban minden egyes teremtmény, akinek az útja megszerző és önző, azok lefokozódnak és távolodni kezdenek a teremtőtől. És mint gyógyszer, nekünk fel kell készítenünk a Tórát és a parancsolatot erre. A kezdetekben mi ezt Lorismában tudjuk megtartani,
azaz azért, hogy mi magunk elnyerjünk valamit. Ez az eset, ami a Katnót idején megjelenik, ami egy oktatási fázis, amikor valaki elkezd növekedni, akkor, és a gondolatai a tóra és a parancsolatok betartására irányulnak lisma állapotában, az az, hogy ezáltal örömet okozzon valaki a teremtőjének minden önszeretet nélkül. És akkor most már megérthetjük a bölcseink szavait, miért kell a teremtőnek előírnie, hogy valaki előírni, hogy hátulról, vagy előre, hátulról, hátulról előre kell elvágni az állatnyakát, mert végül is az összes parancsolat nem volt másért látható, mint hogy az emberek megtisztuljanak általuk. De mi mindig nem tudjuk, hogy mit jelent ez a megtisztulás. A felülben említett dolgoknak megfelelően tudnunk kell, hogy a vadszamárként születik meg az ember, és mi teljesen el vagyunk merülve az önszeretetbe és az alacsony rendűségbe, az önmegszerzésbe és az önszeretetbe, a szeretet bármilyen sziklája nélkül, és ebben az állapotban vagyunk legmesszebb a gyökérek ponttól. Amikor valaki növekszik, és képes a tórán és a parancsolatokon keresztül nevelést kapni, ez pedig azt jelenti, hogy kizárólag arra irányul, hogy megelégedéseket adjon a teremtőjének, minden önszeretet nélkül, az eljut az adakozás szintjére a környező emberek irányába is. És amikor valaki eljut arra a szintre, hogy a természetes gyógyszer által, amit a tóra és a parancsolatok lismában való megtartása jelenti, azt tudja, elkezdi keresni a tórának az átadóját is, ahogy azt a bölcsek mondják, mert én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a tórát, mint fűszert ennek ellenébe. És ilyen módon a teremtmény elkezd fejlődni, az alacsony rendőrségről a magasztos szintre, a magasztos szintre, a kilép az önszeretetből, és ebből az állapotban valakinek a minősége az előbb-utóbb csak az adakozásra irányul, vagy arra, hogy meg tudjon szerezni az adakozás érdekében, és a bölcseik azt mondják erről. A parancsolat kizárólag annak érdekében jött meg, hogy az embereket megtisztítsa, és amikor valaki megtisztítja a gyökereit, ahogy az mondva van, akkor tényleg a teremtőhöz tud tapadni. Azaz, a teljes valóság, magyarabb. Ugye a pillanatnyi állapotunkból is, ahol teljes egészében le vagyunk válva az igaz valóságról, tehát mint egy álmodozók vagyunk ebben az állapotban, mintha mi nem is léteznénk egyáltalán. Tehát mi nem tudunk az adakozás érdekében működni, ezért nincs részünk a felső valóságban, hanem ez csak egy ilyen képzetes módon létezik bennünk a bestia álmaiként, és mindaz, ami elő van készítve a számunkra, azok olyan állapotok, ahol valóban magunkat tudjuk vonni a reformáló fényt, és folyamatosan korrigálni tudjuk önmagunkat ezáltal, és a reformáló fényen keresztül pedig elkezdjük látni a valódi vágyunkat. És így tudunk adakozni a teremtő fele. És ez az, ahogy elérünk a korrekcióhoz. Kérdések? Mi azt látjuk, hát olvassuk ezt el, és utána kérdezzetek. Tehát nyilvánvalóan az ember minden forradalomnál jobban felfedezeti a gonoszságát. Ez mind a reformáló fény által van, vagy tudhatom, hogy a gonosz nem a reformáló fény által jön létre, mert ezek az emberek nem tanulnak abban át, de mégis észreveszik, hogy a gonoszság növekszik. De hogy lehet ez, hogy ezt felfedezik, ha nincsen mögöttük reformáló fény? Ők a valóságban fedezik fel, de nincsen probléma. Ők nem látják a reformáló fényt, hogy ez kitölti a valóságot. Az egész valóságot az bennünk van ábrázolva, és ezt a fény hozza létre bennünk. A fény az, amelyik működtet bennünket, amely általánosságban, az általános kapnakarásban is megnyilvánul különböző formákban. És így a felső fény a kollektív kapnakarás felett működik egy formában, amihez meg lehet teremtve, ezt ennek a világnak nevezzük. Tehát jön a fény, amely teljes egészében a kapnakarásra kiterjed, és akkor
a fény és a vágy között egy formát meg tudunk ragadni. Itt fut egy mozi, amit ennek a világnak nevezünk. És mi, mikor ezt a mozit nézzük, itt érezhetjük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk a mozin keresztül, hogy mennyit veszítettünk el, hogy mennyit veszítünk azon, hogy megpróbáljuk megérteni a teljes problémával az egónk, csak mi nem tudjuk, hogy hogyan rúgjuk ki ezt egyáltalán. És hogyha ezt nem tesszük meg, nyilván nekünk vannak törvényeink és mindenféle más dolgok, amiket be kell tartani, de ezen belül nincs más dolog, amit tenni tudunk. Oké, de akkor hol, mit ad nekünk a reformáló fény ehhez? Mire gondolsz köztünk? Amikor a tömegekkel dolgozunk, hogy rajtuk keresztül megkapjuk a... Tehát nyilvánvalóan nekünk magunkra kell vonni egy pozitív erőt a természetből, és a pozitív erő által egyensúlyba kell hozni a gonoszság erejét, és az a két erő valóban egyensúlyt tud teremteni, és akkor egy jobb életet tudunk elérni. Tehát nekünk is szükségünk van a gonoszra. És a jó, az csak az egyensúlyon keresztül érhető el, így kell elkezdenünk előradni, ez a középső vonal. Oké, de amikor a reformáló fény megjelenik, mit jelent a gonosznak a feltárulása? Ez nem az a reformáló fény, amit mi elvárunk a nagy közönségtől. Tehát ez egy pozitív erő, a kapcsolatnak az ereje. És az egyensúly, amiről itt szó van, hogy neutralizálni lehessen a gonoszt, ugye ez az ego, ez az, ami megtanít bennünket arra, hogy hogyan lehet kapcsolatunk mi össze. Na de hogyan lehet akkor letisztázni annak a gonosznak az, hogy mi az gonosz célja? Nem. Nem tudod ezt megtenni. Nyilvánvalóan a cél, a teremtő, és így tovább. Tehát nekünk a reformáló fény segítségével fel kell ébresztenünk a kapcsolatunkat a tízes kör középpontjában, hogy így tudjuk a gonosz kontrollálni egymás között, és egyfajta viszony alakuljunk köztünk, és erre van szükségünk valójában. Sőt, el tudjuk azt is magyarázni, hogy mivel mi beléptünk egy állapotba, az egész világ ellenünk van, és valóban minden oldalról támadnak bennünket, hibáztatnak bennünket, mindaz, amit teszünk, az rossz. Az új, tehát a jó erő megnyilvánulása alapján nem tudunk egy jó kapcsolatot létrehozni, és nekünk meg kell mutatnunk, tehát mi előfordult, hogy 100%-osan bojkottálnak bennünket, és azt fogjuk érezni, hogy meg sem tudunk mozdulni, de ha mi elkezdjük a viszonyt elrendezni egymás között, akkor a világ majd oda fog erre figyelni, mert ez a viszony, ez befolyásolja a világot, ami a köztünk lévő viszony. Egy belső kapcsolat jön létre, és ilyen módon nekünk jó kapcsolatra kell kerülnünk, meg kell tanulnunk
ők el fogom minket foglalkozni, és valóban rá fogunk jönni, hogy ez, amit mi akarjuk. Tehát több ezer év de keresztül mi el kell, hogy, tehát el kell, hogy várjuk majd tőlük, hogy mi magunk a saját kapcsolatunkon belül tudjunk adakozóvá válni, és ez, amit elvárnak tőlünk, hogy egy jó viszonyba tudjunk kerülni, ez az, amit nekünk tennünk kell, és aztán majd nyilvánvalóan ez mindenféle zavarra együtt jelenik, meg ez az, amit tennünk kell, mert a teremtő nélkül, anélkül, hogy a kabala bölcsessége a teremtő nélkül se ér semmit. Tehát nekünk meg kell, hogy értsük, tehát nem tudunk tenni semmit a teremtő nélkül. Egyszerűen meg kell találnunk, hogy hogyan tudunk a negatív erővel összekapcsolódni, tehát én teremtem a gonosz hajlamot, és én teremtem a fűszert ebbe az irányba. És majd utána pedig, amikor a két erővel együtt dolgozom, akkor egy jobban a cél irányába haladok, és ők egyre jobban megérthetővé válik, hogy itt van egy nagyon magasztos cél a két erő között, és van a középső vonal, amely természet fölött van, és így kezdhetjük az előadást a spirituális érzékű különbözet felé, és ez az, ami önmagától fog megtörténni. Tehát magától kell megtörténni, nem felülről kikényszerítve. Tegnap hallottuk, a jó környezetről beszélt ön, tehát, és ugye annak érdekében, hogy valóban érezzük, hogy mi történik, tehát nyilvánvalóan ez elmondja nekem, hogy én bűnös vagyok. Itt koncentrusra kell jutnunk. Én valóban nem értem, miről beszélsz. Ti érzitek, amiről beszél? Én hallom, amit mondod, csak nem értem, magyarabb. Na, de ön ma elmondta a törvényt. Tehát, hogy van egy törvény, így vágom a torkát, vagy az állatnak, hogy nem úgy. Na de ő azt mondja, hogy a teremtő nem történt, nem foglalkozik az, hogy vágják el a nyakát az állatnak. Valóban a teremtőt nem érdekel, hogy a saját cselekedet által mit csinálsz, ami fontosabb, az a szándék, ami a cselekedetből magából jön elő. Oké, na de akkor ez egy másfajta érzéki különbözetet jelent. Egész másképp működünk, másra mondom, mit törődsz te ezzel? Tehát neked most reformálnod kell, tehát igazakod meg reformálni? Nem, de mit teszünk mi itt, mondja Sát. Tehát na de oda mentek a tömegeket, és azt mondod, hogy valamnak problémáid, mert akkor segítünk, megtanítunk meneteket, hogy hogy élhettek egy jó állapotba. Tehát nektek mindent fel kell készíteni, mert egy olyan állapotba lépünk be, ez amit mondtam nektek, tehát egy olyan állapotban leszünk, ahol Izrael földje valóban, tehát Izrael országa le lehet választva mindenkiről, ha mi nem kapcsolódunk össze. Tehát nem akar velünk senki összekapcsolódni. Nyilván ezen a módon mi nem létezhetünk, de nincs más módunk, ahogy létezünk. Tehát ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, ezért nekünk nagyon fontos, hogy értsük pontosan, hogy a boldogság és az öröm és a jó élet az ez is csak az általános jólétben nyilvánul meg. Tehát hogyan lehetséges az, hogy minden egyes ember boldog legyen és egészséges? Csak akkor, hogyha tehát ez egyfajta demonstráció lehetséges, ahol képesek vagyunk megtörni ezt a bolygót. Tehát, hogy tehát nekünk fel kell mutatnunk, tehát oké, na de ez azt jelenti, hogy amit a hírek mondanak,
Ezek mind viszonylag világosak, tehát az emberek, akik valóban hisznek abból, hogy ez a boldogság, tehát van olyan ember, aki azt hiszi, hogy a bojkott az boldogságot jelenthet. Tehát hogyan lehetséges az, hogy itt a dolgok megtörténhetnek anélkül, tehát hogy tudjuk ezt megtenni. Tehát nem hiszem, hogy van olyan ember, aki azt annak örül, hogy ez megtörténik. Fokozatosan, lépésről lépésre. Nekünk meg kell tanulnunk, hogyan tudunk az emberekhez közelíteni. Tehát szívvel és értelemmel kell ezt megtenni, oké. De tegnap kimentünk a körököz, és akkor én szerettem volna érezni a hiányt. Tehát hogyan kell ellenőrizni ezt a fajta dolgot? Honnan származik mindez az erő? Hát sajnos én nem tudok válaszolni. Bála Szolám mondja, ő... ő nem mondta el, hogy mi az, ami történik, rá, most ugyanez van. Azt hiszem, hogy Rabassal volt 6 öreg ember, ők eljöttek a leckére, 6 ember. Tehát ők voltak, mondja, akik még válaszolomás együtt tanultak. Tehát itt egy nagy ugrást teszünk, tehát ma nagyon sok forrásunk van, amit olvashatunk. Nekünk ezt át kell adni a tömegeknek. Nyilvánvalóan nehéz a kabala bölcsességét minden emberhez, minden családba elvinni. De ma lehetséges. És ezt nekünk nyomni kell a jövőben is, mert megvan mindenünk, minden nyitott a számunkra, senki nem érti, hogy mi akadályoz meg bennünket, tehát nekünk csak egy kicsit jobban kell kvalifikálni magunkat erre, tehát hogy láthatjátok, hogy a napi életünk hogy lesz egyre rosszabb, minden pillanatban egyre rosszabb, és hogy ennek megfelelően nekem kapjuk a lehetőséget, hogy kimenjünk az emberekhez, és elmagyarázzuk, hogy miért. Tehát, ha nem tettük ezt meg ma, akkor megtesszük holnap. Tehát amennyire ezt képesek vagyunk megtenni, nekünk meg kell tenni ezt, és ki kell menni, és elmegy az embernek. Oké, na de a holnap nem tűnik túl jónak. Hát tedd meg, amit meg kell tenned. Hogy hogyan, azt én most nem tudom neked megmondani. Tehát most a bojkotról beszéltünk, ugye? Ugye lehet, hogy a stúdióban kell tenni még egy próbálkozás, hogy leülünk néhányan, és megbeszéljük ezt különböző helyeken, újságokban elmondjuk, hogy ez mennyire veszélyes. Na de... nyilván kell egy új cikk, mondjuk a New York Times-ról erről, de ezt, amit meg tudunk tenni, és kész. Danny. Tegnap mindenek előtt Izraelben egy csomó helyen beszélgetések történtek erről. Tehát nyilvánvalóan mi moderátorok lenni, mi csak részt vettünk ebben, tehát itt egy nagy különbséget látok, és nagyon érdekes, hogyha belül vagyunk a körben, én azt tapasztaltam meg, hogy hatalmas szakadék van a között, amit... Tehát én valóban azt éreztem, hogy csak a reformáló fény tudja végrehajtani mindezt. Az én kérdésem pontosan ez, hogyha a szív nem tud összekapcsolódni, és a fény tud ilyen módon működni, de hogyha a szívek nem együtt mozdulnak, akkor lehetetlen előradni. Tehát ez a terjesztés a kérdésem. Nem csak körökről akarok beszélni, hanem a klipekről, a dalokról. Amiket a tömegeknek publikálták. Tehát én értem, be kell mozdítani az embereket, a kapcsolatra kell rábírni őket.
Tehát hogyan tudjuk megmozdítani az embereket, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a téma körül nyilván az össze kell kapcsolni őket. Tehát kell valami, ami a legegyszerűbb dolog. Tehát írunk egy dalt, mondjuk, lejátszuk a rádióban, ahol ezt mindenki megérteti. Tehát... Tehát egy másfajta csővezetéke váltó. Ezt ne velem beszéljétek meg, én nem értem ezt. Tehát a zenének a fajtáit, hogy mit kell tenni. Rajzok, festmények. Én ebben nem vagyok tapasztalt, nem tudom, mit kell tenni. Fogom sincs, hogy mi történik az emberekkel. Én ettől messze vagyok, tehát nem érzem őket ebből a szempontból. Nem vagyok összekötve velük. Amikor nézem a híreket meg a tévét, akkor látom, hogy erről vannak filozófiák, de én nem tudom, hogy forduljak az emberekhez, nem tudom, lövésem nincs. Tehát ti vagytok, akik kimentek, és ennek eredményeképpen nektek kell megtudni, hogy mit kell tennetek. Én minden el van fogadva, nyilván van, döntsetek és tegyetek. Tehát minden előttetek van, ez a mi munkánk. Tehát én tegnap beszéltem erről, a bojkotról, ezt meg tudom tenni, hogy beszélek. Tehát én képes vagyok dolgozni az alapokon, elmondani, hogy mi történik, hogy kell ezeket mind tekinteni, hogy kell ezt végig gondolni. A válasz, tehát az, hogy hogyan tudunk erre választani, nem tudom. Tehát nekem kapcsolatban kellene a teremtővel, ugye? Tehát nekünk együtt kéne érezni, nem okosnak kell lennünk, tehát azt senki nem akarja hallani, tehát ezen a módon így kell megadnunk az inspirációt, és minden egyebet. Tehát így kell egyfajta innovációt adni mindenre. Én szeretném folytatni ezt, amit tegnap elkezdtünk. Tehát több száz ember volt együtt velünk, és valóban rendkívül izgalmas volt. Tehát nekünk voltak moderátorok, nem közülünk voltak, tehát együtt éreztük a folyamatot, és rendkívül izgalmas volt látni, hogy nagyon, nagyon impresszív volt az, hogy valóban éreztük azt, hogy az emberekben is megjelenik. Egy nagyon magasztos szellemiséget éreztünk. De az én kérdésem pontosan az ön számára, hogyan láthatjuk ezt ma is? Tehát igaza, hogy ön nem nincs ott, nem érezheti őket. Tehát hogyan kell nekünk kiépítenünk azt, hogy felemelkedjünk a következő szintre? Mi a következő lépés? Annak érdekében, hogy összekapcsoljunk, és hogy mindenki érezze, hogy mi történik. Én nem tudom, hogy mit jelent az adakozás, a teremtővel való adakozás, hagyjuk a felső fényt dolgozni. Oké, na de ön... Tehát ön azt mondja, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, ez az egyetlen dolog, amit betűnt tartani. Így van, tehát felejtsétek el, hogy mi az egésznek a lényege. Tehát nektek kell számításokat, hogy ez nem neki. Tehát a végső cselekedet, az bele van foglalva a kezdeti gondolatba, és nektek így kell hozzáállni. Tehát ők nem tudnak ezt hozzáállni. Jó, akkor hadd értsem ezt még ebben. Tehát amikor felépítjük mi a vonalat, amit nem mozgatnak őket. Mi az a pont, aminek ki kell jönni ebből? Az, hogy nekünk segíteni kéne minden egyes problémán. Tehát itt valami világméretű dolognak kell megjelennie. Oké, tehát tegnap mire van szükségünk, és nektek látni kell, hogy és láttatni kell, hogy mi segít. Tehát, hogy a kapcsolat segít, tehát meg kell ígérni, hogy mit kell tenni.
Oké, tehát nekünk valóban kurzusokat kell kínálni, tréningeket a céles nagy közönségnek, akik meg akarják tanulni a módszert, moderátorra akarnak válni, és tanítsuk meg őket. Nyilván a saját szintünkön ennek világosnak kell lenni, hogy ez a megoldás mindenre. Oké, de amit mondanak arról, hogy az egyik ilyen körben, ugye Lisson-le-Zionban voltunk, és valóban tehát, és aztán a körülbelül az egyik mondta, hogy én támogatlak benneteket, bármit megadunk, amit akartok, csak csináljátok, mert csodálatos volt, ami történik. Excellent, no, sok szerencsét. Mi a következő? Biakoka? Hogy mi történik itt, ahhoz, hogy mi ezt érezzük? A teremtő ugye nyilvánvalóan előkészített egy csomó dolgot a számunkra. Tehát egyre jobban fel kell nyitnunk a természetet, amely ellentétes a teremtővel, és akkor érezni fogjuk ezt az állapotot, érezni fogjuk azt is, hogy ellentétesek vagyunk a teremtővel, és minden egyes alkalommal látni fogjátok, hogy a helyzetetek, hogy viszonyul az emberekhez és a teremtőhöz, tehát hogyan lehet, hogyan kerültek egyensúlyba. Tehát nyilván itt van egy ideális állapot. Oké, na de én Izrael akarom kérdezni, mondjuk a bojkottról Izraellel kapcsolatban. Nem teljesen világos, hogy mit várunk el, hogy az emberek rávérenyek valamire? Semmit nem várunk el. Jön a felső fény, amely megtesz mindent, tehát jön az idő, és szükségszerűen ő ébreszti föl a világot, a kormányt, mindent. És ez csak akkor lehetséges, hogyha általában tudjuk befejezni a világot. Tehát nyilván van a bolygót, az növekedni fog, és valóban kellemetlen lesz ez, és akkor majd az emberek oda fognak figyelni, természetesen. És remélem, hogy elő tudjuk készíteni azt, hogy az emberek a kollekció felé haladjanak, amikor ezek a csapások megérkeznek, annak ellenére, hogy föl fog tárulni az antiszemitizmus, és ezek mínuszként tárnak fel, és mi képesek leszünk az egész világot pluszba fordítani a korrekció által. És akkor ez majd megoldja az összes problémát a világban. Az igazság az, hogy én elvártam, természetesen még most is elvárom, hogy hogy a teremtő kifejleszti bennünket is, meg őket is, különböző nyomásokkal képesek legyünk erről beszélni, és ahogy a bolygót növekszik, az emberek érzékenysége is növekedni fog. Oké, na de akkor az összes állampolgárnak, az országnak rá kell, hogy ébredjen a korrekció módszerén, nem? Hát majd érezni fogják ezt, meg a gyűlöletet, és hogy nincs hova menekülni, tehát hogy akarnatok kell meghalni, hogy képesek legyetek. Tehát, hogy minden, amit kívül gyártottak az országon, nem lehet megvásárolni többé. Tehát az ország szenvedni fog, mert a bojkott az így működik. Tehát, ha mi le vagyunk válva a világról, akkor a világ nem tud nekünk szállítani. És nem tudunk létezni. Tehát nekünk a nemzetben érezni kell, hogy van megoldás, valóban.
Tehát ugye nyilvánvalóan nekünk a gyűlölet jelik meg, de a, csak a gyűlölet tanított meg bennünket a szeretet igényére. És akkor ez a terjesztésnek a feladata. Oké, na de... akkor a mi működésünk, tehát nekünk fel kell ébreszteni, egyrészt felébresztettük a világot, hogy gyűlölje bennünket, és igen, egyik oldalról ez, a másik oldalról pedig van a szív és az értelem és az erő, hogy hogyan vagyunk képesek a korrekció módszerét átadni az embereknek és az egész világnak, nyilvánvaló. Oké, de hát akkor itt nincs probléma, tehát az egész láncolaton, amit beszélünk, ez egy képességet ad a bolygónak a fenntartására. Tehát miért bennünket bolygónak? Miért? Nem. Nekünk el kell magyarázni, megadnak képességet, hogy a korrekció módszere hogyan működik a nemzeten belül, is. És az, ahogy elkezdünk dolgozni Izrael tagjai között, nyilvánvalóan, tehát tudattalanul várják a világ nemzetei is, hogy mi történik. De akkor mi itt a probléma? Izrael a probléma, hogy ti nem akarjátok elfogadni a korrekció módszerét, hogy nem érzitek, hogy nem érzik, hogy Izrael kötelező van erre a világ által. Akkor mit kell tenni Izraelnek? Hát a papok nemzetség az pont azt jelenti, hogy megtörtént ez a korrekció. De hát ez messze vagyunk ettől. Hát de ezt várják el tőlünk. De akkor elmondom ezt másképp, tehát most még nem történik meg. De a helyzet akkor is ez, hogy ez megtörténjen. Tehát a teremtő ilyen módon ad egy lehetőséget, hogy ezen a módon működjél, és... nyilván még nem akarják meghalni, majd nyomás alá helyezik őket a teremtő, hogy meghallják. Tehát... ahhoz, hogy valami forrás jelenjen meg... ugye, tehát amikor elkezdünk ezekkel a fajta erőkkel dolgozni, el tudnám mondani, hogy mi a legérzékenyebb pontja a nemzetnek? Tehát, amit hogyha megérintünk, akkor valóban meghalljanak bennünket. Hát amikor majd nem lehet repülni, nem jön ide hajó, le lesz zárva az ország, majd akkor megtanulják. És a gyűlölet, az egész világ gyűlölete, beleértve az amerikai zsidókét is, a francia zsidókét is. Ez, tehát amikor zsidók is vannak bennünket gyűlölni. Én remélem, hogy ezáltal is előre haladunk, és nem az ország problémái nőnek meg. Oké, de tegnap kimentünk a tízes körrel együtt terjeszteni, és ez nagyon érdekes dolog volt. Tehát a mai reggeli lecke, ez viszont teljesen másképp hallatszik. Én alig értem, mint hogy miről beszélünk. Tehát nagyon nehéz volt még meghallani azt is, amiről ön beszél. Lehet, hogy én voltam. Te mindenki a saját hibájának megfelé értékeli a világot. Igen. De hát itt egy, ugye a Tel Aviv emberekkel, amikor együtt voltunk, mi láttuk a különbségeket, azok között, amit láttunk, meg érzékeli. Az egész világ a saját módján halad előre. Tehát milyen mértékben vagyunk én az emberek felébresztéséért? Tehát a tiszta képet láttunk, hogy valóban, amikor el kell kezdeni magunkon dolgozni, akkor az emberek valóban érdeklődtek azután, ami történik. Tehát mitől függ az, hogy
Mitől, tehát miért volt az, hogy Tel Avivban azt éreztem, hogy ez működik? Én ezt nem tudom neked elmondani, mert én önmagamban nem tudom, hogy mi történt Tel Avivban, én nem tudom, hogy ezt hogy kell jól működtetni. Meg kell tennünk, amit meg tudunk tenni, és az eredmény, az nincs az én kezemben, mondja Rab. Én azt tudom tenni, hogy segítelek benneteket. Tehát, hogy valóban inspiráltak legyetek, és megkapjátok a befolyást. Mi pionírok vagyok ezen az úton. Körülbelül ki kell menni az embereket, el kell magyarázni, hogy szeressétek egymást úgy, hogy mintha magatokat szeretnétek. Tehát, hogy valóban a Tóra az a teremtés célját hordozza magán. Tehát nyilvánvalóan senki nem beszélt úgy, hogy mi beszélünk. Egyszerűen nem, mert másképp működött. Mivel Mózest egészen a teremtő templom lerombanásáig többé-kevésbé világosult, hogy miért létezünk, miért vagyunk itt. Még a babiloni számítatás során is. Ez ugye még, és csak miután a templom lerombolódott, és eltűnt, kezdtek el dolgok megújulni. Tehát én nem tudom az új feltételeket, én nem vagyok proféta. Én alig lehet megérteni azt, ami a könyvekben van, és nem is könnyű átadni az embereknek. És hogy azokhoz kapcsoljunk, akik írták, hát de nincs más választásunk, mondja Rab. Tehát nekünk ki kell menni, és tennünk kell a dolgunkat. Tehát nekünk nincsen másfajta vágyunk, és nincs is más lehetőségünk, nem szöketünk meg, és nem is tudom, hogy ezeken a helyeken mi történik, tehát látnunk kell az emberek karakterét, személyiségét, hogyan közé tegyük meg őket. Tehát nekünk tanulni kell ebből, hogy valóban össze tudjunk kapcsolni velük. Hát én azt gondolom, mondja Rav, hogy nagyon sok partnerrel kell ezt megtennünk, nem szabad elizolálni magunkat, és aztán majd együtt megtanuljuk, és mindannyian együtt válunk majd szakértővé. Oké, tehát én valóban szeretném látni, hogy tehát, hogyha mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy nekik megnéz a hiányuk, nektek valóban a jobb vonalat kell megragadnotok, és ezt és nekünk örömet kell adnunk, meg boldogságot. Ez, amit együtt kell felfedeznünk a kapcsolatunkban. Minden mást a fényt fogjon, azt a fényre kell hagyni. Mondom nektek, mindent a reformáló fényt csinál. És lássuk, hogy ő hogyan dolgozik. Tehát mondják, hogy több ezeren lépnek be a körökbe, és csak lényegtelen, hogy vagy 100 000, akik bemennek, azok tapasztalják meg az erőnket. Hogy átáramoljon rajtuk az erőnk. Így működik ez. Tehát nekünk át kell adnunk ezt az érzést, segítenünk kell, hogy az emberek valóban a saját szavaikkal kezdenek erről beszélni, más szervezetek is, és a mi szavaink ismétlődjenek mindenütt. Tehát, hogy elfogadott legyen ez, hogy az emberek tudják, hogy mit adunk. Nyilván az újságok is ezen a módon kezdenek el beszélni, hiszen a de az nem mindegy, hogy készítjük fel a tömegeket erre egy nagyon komoly módon, hogy ez a külső nyomás, ez fennmaradjon és érzékelhető legyen. Oké, közeledünk a végéhez, mondja Rav, mink van. Van valami ma estére?
Kóla fog kérdezni. Holnap lesz egy kongresszus Ukrajnában. Nagyon sok ember összegyűlik. Igen, így van. Holnap egy leckérdés adok erről. Ők barátok, nem? Akik velünk tanulnak. Így van. Ezeknek a szívelőbe pontja fel kell, hogy táruljon. Oké, akkor mit tegyünk, akinek nincs szívelőpontja? Hát van neki, csak el van rejtve, tehát akik velünk vannak, azok van szívelőpontja. Honnan jön ez, ezt nem tudjuk. Tehát nyilvánvalóan feltárulnak az edények. Tehát nekünk ezen a módon, vagy ezen a módon látnunk kell, hogy mi hogyan működik, tehát nekünk gondoskodni kell ezek az edényekről, és azokról is, akik a zsidóknak neveznek. Tehát írva van, hogy a belső esőmonak megfelelően történik mindez. Oké, tehát válaszol a mire erről. Tehát a szomszéd az mit jelent? Az, akinek szívbe lévő pontja van, csak még nem találod föl. Akkor tegyétek meg. Tehát terjesztetek így, de nyilván nincs szükség a terjesztésre, hogyha nem így csináljátok. Tehát a terjesztésben nektek kell fejleszteni dolgokat. Minden szinten, amikor ez lehetséges. Így kell tennetek, mert különben nem fogtok növekedni. Tehát az AHP és a Gálgátának össze kell fornia. Tehát nekünk szükségünk van a hokma edényére, hogy megértsük ezeket a dolgokat, és hogy szükség legyen a kapcsolatra, ez az, amire mindenképpen szükségünk van. Hát nézzétek, hogy ennek elményeképpen kell kimenni az emberekhez, hogyan tudtok fejlődni, hogyan tudjátok ezt a módszert valóban élővé tenni, és hogyan tudjátok megvalósítani. Tehát lehet, hogy nem értenek belőle semmit, de mégis. Ez az élet, tehát ezt kell nekünk megtenni, az egész terjesztés, az ezért vár ránk. Hogy mi hogyan tudjuk átadni az anyagainkat, felfogni az anyagainkat. Tehát még nem is érzitek. És akkor itt ezek az utolsó szavak mára. Bejelentés. Mi mindenkit egy nemzeti egységestére hívunk, ami előtt ezelőtt ismertem, hogy egy különleges este, vacsora, kulturális esemény. Ez vasárnap lesz 14-én, tehát 10 nap múlva, a Gás kibucban. Én mi veszem, tavaly jut volt már ez, mindegy. Ezzel véget ért a lecke, szép napot mindenkinek! אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כה אשרי העם שככה לו